Ma reggel is jó reggelt kívánok, nem vitás, e hétvégétől 3 héten át Sopronban kell tartózkodni mindazoknak, akik szeretik az ünnepi hetek hangulatát. A Fertőrákosi Barlangszínház kiváló akusztikája szolgáltatja a teret Mozart operáinak. A nyári színház, a Petőfi Színházban előadássorozat pedig a könnyedebb műfaj kedvelőit hívogatja. Persze lesz kavalkád a történelmi belváros terein, udvarain is, ahol kamarakoncertek, színházi előadások, kirakodó vásár és gyerekprogramok várnak mindenkit. Az egyik legnagyobb attrakció a kaukázusi grúz nemzeti táncegyüttes tüzes temperamentumú előadása lesz a Barlangszínházban július 3-án este. Lassan eljön a múzeumok éjszakája, ami azt jelenti, hogy országszerte a vidéki múzeumok 18-án éjfélig nyitott kapukkal várnak mindenkit. Előzetes bejelentkezés után be lehet jönni ide hozzánk a tévébe is 24-én, mert a budapesti múzeumok ekkor csalogatnak mindenkit éjfélig. Szombaton és vasárnap a budapesti Népligetben korszakokon átívelő utazást tehetnek, mégpedig a magyar történelem 6 különböző korszakába. Honfoglalás, középkor, reneszánsz, török hódoltság, reformkor idejében és retro a közelmúltból. Külön megtiszteltetés, hogy Mátyás király személyesen is részt vesz majd a vásári forgatagban és nem áruhában. A karnevárra látogatók megismerkedhetnek a 6 történelmi kor kézműves mesterségeivel, sőt, ki is próbálhatják azokat. Készíthetnek például nyilat, tarsolyt, meríthetnek papírt, önthetnek gyertyát, de elsajátíthatják a pénzverés fortéjait is. A kétnapos rendezvény gasztronómiai kínálata sültek, sajtok, édességek szintén a bemutatni kívánt korokat idézi. A látogatók szó szerint belekóstolhatnak a történelembe. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök. A viszontlátásra!